Sziasztok, Gerik vagyok, és ez itt a Yu-Gi-Oh! Comic Life csatorna. Gerik kérésére most lereagálom a trailerét az új filmjüknek, ugye a Relatív háborújét. Egyelőre annyit tudok róla, hogy Raoul benne van, és kb. Ennyi. Amúgy innen jelentkezek a régebbi stúdióból. Ez most már hétvégi ház lett, igazság szerint. Na mindegy. És akkor adunk rá egy kis volumot, hogy halljam, és ezzel kezdődjön is. Aha. Valami üldöz engem. De jó. Hangrisztom, a logója ott volt a telefon hátterén. De jó. Tehát akkor... ahogy sejtettem... Tehát így... ahogy sejtettem, tehát konkrétan arról van szó, hogy Corinnak ugye bűntudata van. Tehát valami ilyesmi is. Most gondolom, hogy Gerinek a szelleme üldözi, vagy valami, vagy a bűntudat miatt. Na, lássuk, mi van ez tovább. De jó, füvélyék is visszatérnek. Yay. Őt nem ismerem, ez meg 100%, hogy Geri. Szép a pályán. Raúl? Nem. Ez nem lehet Raúl, basszus. Na. Ez Geri, szemben látható. Nem. Tudtam. Hát ott még se váltott, hajt egy olyan sok is, hogy szállatban leváltott. Az egész dimenzió egyetlen veszély. Ilyes ellenség ellen. Geri, most gonosztevő szerepet fogsz játszani? Wow! Értem én, tehát akkor ez egy bosszú hadjárat lesz mindenek előtt. Szép. És akkor most van egy csomó új szereplőnk is, meg ugye Raúl, aki szerintem most Corira vadászik. Szerintem. Meg Geri, aki megfagyassza az embereket. Most Corinak van, ahogy lehetett hallani egy ötlete, hogy hogyan hát tesz jóvá bűneit. Érdekes. Ugye a Flame. Ezeket nem ismerem. De lehet is valami, csak ugye változott, hogy külön minden azóta. Ez jól nézett ki ez a csaj, ez itt jól nézett ki, ahogy kigyülettek a szemei, meg elengedte a lapot, ha ugyanaz a szeméről van szó, nem láttam a fejét. De tök jó, eddig tök érdekes, kíváncsi vagyok, ez már valamivel változatosabb, mint az előző sztori menet. Nem is tudtam, hogy Füvi cigizik. Standard,
magától a szinkronidézéssel szentelem az életem. Attól, hogy eltűntem, a képességeim mindig is benned voltak, és benned is maradnak. Idén decemberben a csatornán. De jó! Ennyi volt? Igen, ennyi volt.